Jó estét kívánok, kedves nézőink! Önök a TV Ajka híradóját látják november 16-án szerdán. Nézzük legfontosabb híreinket röviden. Sajtótájékoztató az erőműről. Hadifoglyok története Mátrainé Mester Katalin tollából. Mártonnapi rendezvények. Sajtótájékoztatót tartott a város vezetése hétfőn. A bakonyi erőmű és az önkormányzat közötti konfliktusokról és fejleményekről volt szó. A Bakonyi Erőmű ZRT a kormányhivatalnál megtámadta Ajka város önkormányzatának rendeleteit az építményadó és a telekadó tekintetében. Ám a kúria mindkét esetben az önkormányzatnak adott igazat, így a cégnek fizetnie kell. Tájékoztatta a média képviselőit hétfőn délután Schwarz Béla polgármester. A sajtótájékoztatón a kúria döntéseinek hátterét és az önkormányzat álláspontját dr. Jáger László címzetes főjegyző ismertette a résztvevőkkel. Összegzéséből kiderült, hogy a helyi adókról szóló törvény lehetőséget teremtett a települési önkormányzatok, így Ajka város önkormányzatának számára is a helyi szuverén adóztatási jog gyakorlására, és ezzel együtt a helyi adópolitika kialakítására, ugyanis a törvényben meghatározott vagyoni típusú adók, az építményadó és a telekadó is a közfeladatok ellátásának finanszírozását szolgálják. Az adómérték megállapítása és megemelése a folyamatosan csökkenő állami támogatásokkal hozható szoros összefüggésbe. A kormányhivatal mindkét adórendelet vonatkozásában törvényességi felhívással élt az adómérték megállapítását illetően, amit Ajka város önkormányzatának képviselőtestülete nem fogadott el. A kormányhivatal indítványozta a kúriánál annak a megállapítását, hogy az építmény és telekadó rendelet adómértékét szabályozó rendelkezései törvénysértőek, illetve a telekadó rendelet vonatkozásában a törvényességi felhívásban foglaltakon túl az egész önkormányzati rendelet megsemmisítését is kérte. A kúria a kormányhivatal indítványát elutasította, és megállapította, hogy a kormányhivatal csak azon önkormányzati rendeletek, illetve rendeleti rendelkezések felülvizsgálatát kérheti, amikre a törvényességi felhívás kiterjedt. Schwarz Béla polgármester a város és a Bakonyi Erőmű ZRT elmérgesedett viszonyának előzményeiről beszélt, ami véleménye szerint a környezetszennyezés miatt alakult ki. Az erőmű mintegy két éve olyan pernye és porszennyezést valósít meg, ami példátlan és felháborító. A város lakói a szennyezés mértéke miatt tiltakoztak a környezetvédelmi hatóságnál, az önkormányzatnál, valamint magánál a cégnél is. Az erőmű lényegében egyre csak az engedélyeire hivatkozik, amelyek felületesek és hiányosak, ugyanakkor nem tett még semmit a helyzet megoldása érdekében. Schwarz Béla szerint a vezérigazgató fölényes és cinikus viselkedését mi sem jellemzi jobban, mint amikor a lakossági panaszokra azt válaszolja, hogy a panaszosok nem értenek hozzá, foglalkozzanak csak a korom söprésével és a legyek hessegetésével. A polgármester azt is elmondta a sajtótájékoztatón, hogy a vezérigazgató elutasította az önkormányzattal való együttműködést, és még a korábban kapott kitüntetését is visszaküldte. A térségből elhurcolt hadifoglyok történetét dolgozta fel 2006-ban Mátrainé Mester Katalin a Mind elvitték a legények elejét című könyvében. Most új kiadásban jelent meg a könyv, melyet november 9-én mutatott be a Városi Múzeumban. A hadifoglyok élete hányattatásokkal volt tele, azonban a többség alig ismeri sorsukat, pedig a hétköznapi emberek által megért történelem ugyanolyan fontos, mint a magasrangú katonai vezetőké. Ezeket a fehér foltokat kutatja a nyugdíjas pedagógus Mester Katalin, hogy közelebb hozza másokhoz is a múltat. Azt vallja, hogy a valós történelem csak úgy érthető meg és adható vissza igazán, ha nem csak általánosságban beszélünk róla, hanem személyessé tesszük. Ezt szem előtt tartva őt mindig is a kisemberek élettörténete érdekelte, hogy miként teljesítették be a saját sorsukat az adott történelmi korszakban. Kutatásainál az elbeszélt történelem az oral history szemléletmódját követi, ami a nyugati társadalmakban már régóta elismert történész módszer, hazánkban viszont még csak néhány éve kezdték elfogadni, éppen a személyes volt amiatt. Mester Katalin már évtizedek óta foglalkozik a hadifoglyok történetével, és anyaként máig megrendíti az elhurcolt fiatalok sorsa. A borzalmakat Rózsás János és Csöngei Dezső elítéltek élettörténete alapján mutatta be a kutató. Tapasztalatai alapján a hazatért egykori foglyok máig félve beszélnek élményeikről, pedig többnyire nem rajtuk múltak a történések, hanem a körülmények kényszerítették bele őket.
Páratlan szépségű természeti jelenséget láthattunk november 14-én az égbolton. 100 éve nem volt ugyanis ilyen nagy és fényes a teli hold. A különleges égi jelenséget szuperholdként emlegetik, habár a csillagászok is vitatkoznak az elnevezésen. Azonban abban egyetértenek, hogy akinek elég jó a szeme hozzá, azért érzékelte sokkal nagyobbnak és fényesebbnek bolygónk égi kísérőjét, mert a hold tölte az égi test ellipszis alakú pályájának a Földhöz legközelebbi pontján következett be. Emiatt a hold mérete 14%-kal tűnt nagyobbnak, fénye pedig 30%-kal erősebbnek, mint általában. A jelenség hétfőn éjjel jól kivehető volt a felhőtlen égbolton. Aki kihagyta, annak 18 évet kell várnia a következőre. Az asztrológusok szerint a teli hold ereje lelki életünkre is hatással van, az energiák megsokszorozódnak. Ilyenkor az emberek nyugtalanabbak, feszültebbnek érezhetik magukat. A Szabadidő Központ aulájában november 13-án egész délután betöltő játékos foglalkozással várták az ifjúsági programok szervezői a gyerekeket Mártonnapi Ludasságok címmel. Lehetett készíteni lúdajtódiszt papírból, mécses természetes anyaggal bevonva és színes pauszpapírral betekerve, valamint egy másik ajtódiszt dróton ülőbb ludakkal, de a nevesített libák is népszerűek voltak. A kiállító teremben a Ramazoni Bábszínház két személyes élő szereplős bábjátékot adott elő Mátyás király történeteiből. A Kolozsvári Bíró, a Kinizsi és az Egyszer volt Budán kutyavásár című darabokat vegyítette Dienes Andra és Szűcs József. A gyermekek a mese előadást nagyon élvezték, közben a Lufi Bohóc rendületlenül készítette a lufi libákat lány és fiú formában. Két nagy lufi ludat tombolaként ajánlott fel, amelyeket Somodi Csenge és Kurdi Mátyás nyert meg. Nagy örömmel vették át a nagy libákat a gyerekek. Sötétedés után német Noémi Márton nappal kapcsolatos dalokat énekelt, gitározott, a gyerekek az elkészített mécsesekkel a kezükben a kultúrház előtti parkban gyülekeztek, majd szülei kíséretében vonultak a belvárosba. Közben énekszóval hívták fel a figyelmet a Márton napra. Visszatérve az aulában libazsíros kenyérrel válták őket a művelődési ház munkatársai. A Csékuti Hegyért Egyesület november 12-én tartotta hagyományos Mártonnapi rendezvényét. A szervezők a Jó Szerencsét Nyugdíjas Klubot, a Nyugdíjas Baráti Kört, a Retro Klubot és természetesen a Csékuti Hegyért Egyesület tagjait és pártolóit hívták meg. Amint egy 100 fős vendégsereget Mészáros László üdvözölte, összefoglalva a Mártonnapi népszokásokat és a Mártonnap eredetét. Az Egyesület elnöke kiemelte, hogy Márton püspök 1700 éve született, ezért a katolikus egyház ezt az évet Szent Márton évének nyilvánította. Mészáros László köszöntője után Dornár László önkormányzati képviselő mondott beszédet. Méltatta a Csékuti Hegyért Egyesület munkáját és a közösséget, amelynek köszönhetően immár hagyománnyá vált a Csékuti Hegy kultúrája. A rendezvényen a Nyugdíjas Baráti Kör tagjai szórakoztatták színpadi produkciókkal a közönséget. Hely Tamás a baráti kör vezetőjének köszöntője után Juliska és Mariska a pletykás asszonyok bohókás jelenetét mutatta be Megyesi Józsefné Mónika és Lukács Józsefné Marianna, majd Horvátné Piroska szavalt el egy Márton naphoz kapcsolódó költeményt a borról. A vers után következő Székely mesét Rétyi Sándor előadásában hallgathatta meg a közönség. Végül a klub hölgytagjainak vidám cselszonja zárta a színpadi műsort. A megjelenteket az alkalomhoz illően ludaskásával vendégelték meg, amit a Csékuti Hegyért Egyesület és a Retro Klub állandó szakácsa, Szigeti József és segítői készítettek. A főszakácsnak a legutóbbi padragi falunapi főzőversenyen is sikerült első helyezést elérnie főztjével. A zenéről a késő estében nyúló mulatságon Régyi Sándor gondoskodott. Két arany, két ezüst és 5 bronzérmet szereztek a Sundome versenyzői az Ipon Sobu Magyar Bajnokságon Pakson november 12-én. Cendrei Luca forma gyakorlatban arany, küzdelemben bronzérmes lett, Trobert Flóra küzdelemben megszerezte a győzelmet. Rádai Kornér forma gyakorlatban második, küzdelemben harmadik lett, Kismaja forma gyakorlatban ezüstérmet szerzett. Koncáron Horváth Martin és Takács András küzdelemben bronzéremmel gazdagodott. Férfi kézilabdázóink Morra látogattak az MB2-es férfi kézilabda bajnokság legutóbbi fordulójában.
A hazaiak kezdték jobban a találkozót, a 10. percben 5-2-re vezettek az álmosan játszó vendégek ellen. Az ajkai támadásokba több hiba is becsúszott, amit jól használtak ki a vendéglátók és állandósították az előnyüket. A szünet jót tett a vendégeknek, akik összeszedték a védekezésüket és a támadásaikat is pontosabban fejezték be. A kapuban Horváth 3 büntetőt is hárított, így az ajkaiak a hajrá előtt már 8 góllal is vezettek. A végjátékban a móriaknak sikerült lefaragni a hátrányukból, de a vendégek győzelme ekkor már nem forgott veszélyben. Női kézilabdázóink a Szombathely csapatát látták vendégül szombaton délután a Fekete-Vörös Marti iskola tornacsarnokában. Az egymással korábban nem találkozó együttesek csatáját a hazaiak kezdték jobban, 6-1-re elhúztak. A szünetre 6 gólosra dúzzadt az előny, így az ajkaiak túlságosan is megnyugodtak. A második félidőben a vendégek hamar kihasználták, hogy a hazaiak visszaestek és felzárkóztak. Az ajkaiak az utolsó percekben tudták csak biztosítani a győzelmet, amelynek köszönhetően 5 mérkőzés után a 3. helyen állnak. Összesítésben a 20. helyet szerezte meg a Dynamic Rock'n'Roll Klub junior párosa a november 13-án Svájcban megrendezett junior világkupán. Pór Dániel és Bárdosi Violett a magyarok rangsorában az 5. legjobb volt. Elődöntő utáni összesítésben a 36 indulóból a 27. helyen álló páros a remény futamban javítani tudott, így bekerült a negyed döntőbe, ahol végül egy nagyon erős mezőnyben egy jó tánccal összesítésben a 20. helyet szerezték meg. Kedves nézőink, most pedig a következő napok eseményeire szeretnénk felhívni figyelmüket. November 17-én csütörtökön 15 órakor a Fiastyúk utcai út, járda, csapadékvíz elvezető árok és közvilágítás felújítását adja át Ajka város önkormányzata. Az Ajka Kristály hazai pályán Zárjai megyei első osztályú labdarúgó bajnokság őszi szezonját november 19-én szombaton 13 órakor a Balaton-Almádi ellen. Az MB2-ben szereplő Löbeliék kézilabdaklub Bajka november 19-én szombaton 19 óra 30 perckor fogadja a Veszprém második csapatát. A juniorok pénteken 17 óra 45 perckor játszanak. A Teke Szuperligában az Ajka Kristály a Ferencváros csapatát fogadja november 19-én szombaton 14 órakor. Lövészversenyt hirdetett november 19-én szombaton 9 órától az Ajkai Technikai Tömegsport Egyesület. A versenyen részt vehetnek azok az egyéni fegyvertartási engedéllyel rendelkezők, bármely klub tagjai, akik rendelkeznek érvényes sportorvosi igazolással, valamint MSS rajtengedéllyel. A nevezés a helyszínen folyamatosan 8 órától történik. A verseny ideje alatt fegyvert és lőszert az ATTE biztosítja. A Fekete István Vörös Marti Mihály Általános Iskola és Gimnázium pedagógusai november 22-én kedden 16 óra 30 perckor játékos sport délutánra várják a leendő első osztályos gyermekeket az iskola József Attila utcai sportcsarnokában. A játékos sportfoglalkozással egy időben az iskola vezetői tájékoztatást adnak a szülők számára az intézményben folyó nevelő-oktató munkáról. November 24-én csütörtökön 18 órakor jótékonysági klasszikus zenei koncert lesz a Művelődési Központ kiállító termében az Ajkai Zeneiskoláért Alapítvány javára. November 25-én pénteken 17 órakor nyílik meg T. Szabó László festőművész az Ajkatárlat 2015. évi fődíjas alkotójának kiállítása a Művelődési Központ kiállító termében. Cipős dobozni ajándékkal bárki szebbé teheti egy nehéz körülmények között élő kisgyermek karácsonyát. Aki szeretne ajándékozni, tegyen egy dobozba játékot, könyvet, társasjátékot, rajzeszközt, édességet vagy bármit, aminek egy kisgyermek hasznát veszi és örül, majd adja le a Helios üzletház földszint hallókészülék szalonjában, ahol december 20-áig várják a csomagokat. A segítők még karácsony előtt eljuttatják azokat a gyerekekhez. A dobozra írják rá kisfiúnak vagy kislánynak és hány évesnek készült a csomag. Az Ajkai Család és Gyermekjóléti Központ december 9-éig fogadja a cipős dobozos adományokat. Kedves nézőink, mai híradónk végére értünk, megköszönöm figyelmüket. Műsorunkat megtekinthetik az interneten a tvajka.hu weboldalon. Időjárás jelentéssel búcsúzom, viszontlátásra! Csütörtökön eleinte borult lesz az ég, majd napközben nyugat felől vékonyodni kezd a felhőzet, egyre több felé kisüt a nap.
Számottevő csapadék nem valószínű, mérséklet lesz a déli szél, 4-9 fok között tetőzik a hőmérséklet. Pénteken a változó felhőzet mellett több órás napsütésre van kilátás, csapadékra nem kell készülni, megélénkül a déli szél, 7-12 fokra melegszik a levegő.